Jó reggelt, sziasztok, jó reggelt, sziasztok, sziasztok. Hát hiszem, itt a kis teámad. 4 óra van. Ez meg is látszik az arcomon. Ilyenkor mostanában, most jó 2 hónapja mindig pőriadok. És akkor kijövök, iszom egy teát. Most ez gyümölcsös, de valamikor zöld teát iszom. És akkor utána visszapekszem. Kicsit leviszem pajtit egy gyors pisire, és akkor úgy pekszem vissza. Van olyan nyomasztó dolgaim van, álmaim vannak, ami miatt mindig vagy pörriadok. Én nagyon nézem, nagyon sokat nézem a híradót, és igyekszem odafigyelni, ami folyik körülöttem. És talán ez ilyen, tudod, ilyen nyomaszt, ilyen belső nyomaszt, háború, a gazdasági válság, a világ helyzete. És ez engem olyan szinten nyomaszt szerintem, hogy ilyen álmokat álmodok és pörriadok. De valamikor nem is álmodok. Csak simán fölriadok, úgy kelek ki, mint aki, nem is tudom, ha aludt 30 órát körülbelül. És erre is igyekszem odafigyelni, hogy úgy szálljak ki az ágyból, hogyha fölkeltem, bent maradjak még az ágyba 1-2 percig, és ne hirtelen keljek föl. Igyekszem erre odafigyelni, és most csináltam egy kis teát, gondoltam, akkor megiszom. Amit szeretnék neked vagy tőletek kérdezni, hogy én nagyon gyertyamániás vagyok. Munka után, hogyha tehetem, havonta egyszer megengedem a kádat, a fürdőkádat, és milyen bombasót, vagy mit vettem már én is, és akkor így beengedem, tudod. Szoktam nyújtani gyertyákat, ugyanis én szeretem a gyertyákat, csak nekem nincsen jó tapasztalatom ebből. Most áldoztam először egy ilyen nagyra 2000 forintért. De én kerestem, nagyon sokáig, hosszú ideig kerestem olyan gyertyát, ami tartós, mert tudod, ott a boltba bemész, megszagolod és érzed ezt a tömény gyertya illatát. Igen ám, de amikor itthon vagy, akkor valahogy nekem nem adta hát még soha azt az intén, nekem olyan gyertya, ja, és itt szeretném megragadni a lehetőséget, hogyha tudsz jó gyertyát, ami tudod, nem csak a boltba jó illat, hanem itt hazahozod, meggyújtod és intenzív, erős illatot áraszt, én most ezt szeretném. Vettem ezt a boltba, ezt a gyertyát, karamell vanília latte, és most ki fogom próbálni, meg is gyújtom. Ebben 2 ilyen kanóc van. És olyan jó, tudod, olyan jó néha, hogy leűz, vagy legalábbis, és meggyújtok egy gyertyát. Ha van itt egy kis borom munka után, 2 hetente egyszer csinálok, vagy nem is, én nagyon nem vagyok ez az alkohol, inkább csak így leülök, egy teát megiszok, de valaki egy borral is, és így csak úgy nézem a gyertyán, nézem a lángot, és kikapcsol az agyam. És ehhez van egy ilyen tető, hogyha vége, akkor le tudod zárni. Hát kíváncsi vagyok, hogy milyen illatot tud ez nekem nyújtani. Tudja azt hozni, azt az intenzív, azt a jó illatot, ami tényleg elárasztja az egész lakást. Hát, ha tudsz ilyen, és van tapasztalatod, bár tudom, hogy nagyon drágák, vannak 30 ezerért is gyertek, de olyan szépben benne van, olyan gyönyörű. Lehet, hogy egyszer kéne áldoznom egy arra, de csak egyszer, és akkor kipróbálni. Nekem olyan gyertya kell, ami intenzíven illatozódik, ne jól mondtam? Jó, nézd el nekem, reggel van. Hogy itt a gyertyám. Képzeljétek el, hogy tegnap este, és én itt szeretném megragadni, egyébként én is ilyen vagyok, nem kell, hogyha párkapcsolatom van, akkor nem kell valaminek lenni ahhoz, hogy ajándékozzuk egymást, akár egy kedves szóval, egy odafigyeléssel, vagy akár tárgyal. És képzeljétek el, tegnap este itt volt a párom, és ilyen szép dobozt nem gondoltam, nem is számítottam rá, egyébként is gyűjtünk, nem nagyon költjük a pénzt, és nem is gondoltam volna, és képzeljétek el, hogy hozott nekem egy nyakláncot, ilyen szép dobozban van, hozott nekem nyakláncot, és meglepett ezzel. Ez egy ezüst nyaklánc. Nagyon örültem neki.
tényleg örültem és meglepett, és a párkapcsolatról én is azt gondolom, hogy valaki van a másikkal, nem kell ahhoz eseménynek történnie, hogy tudod, megállsz egy pillanat, és gondolsz rá, viszel neki haza egy csokit, vagy bármit, érted, vagy egy kedves szót. Az az igazság, hogy nagyon sokan ilyen természetesnek érzik, a kapcsolat után, ha valakivel összejössz, az első 3-4 hónap, vagy az első 1 év, a cukormáz, a pasi mindenre figyel, és utána már elengedik ezeket a... Ezek, jó, nyilván akkor más, máshogy történik. Nézzek? Na és tudom, hogy nyilván más, meg akkor már kapcsolatban vagytok, együtt vagytok, de akkor is arra kell törekedni, hogy ne a párkapcsolatban ne szűnjön meg ezek az apró kis figyelmességek. Tudod, hány nő, hány lány örül aznak, hogyha nap végén hazamész, és nem baszott fel a lábadat az asztalra a tévé előtt, hanem csak oda mész egy puszi, megkérdezed a napját, támogatod a napját, egy kedves szó. Ezek sokat jelentenek a párkapcsolatban, és ezek ha elmaradnak, akkor szerintem ez is hozzájárul ahhoz, hogy kiül a párkapcsolat. Ezek a kis meglepetések, gondolsz a másikra, és ez jó leső érzés a másik számára, ahogy nekem is volt. Na és ilyen lett, nézd meg, hogy ilyen szép fényes, ezt nem kell pucolgatni, olyan bevonatú, ezüst. Hát figyelj ide, ha megtehetnénk se hordanék aranyat, én nem vagyok ez az arany srác, én nekem ezek az ezüstek, ezek a jobb ilyen fényesek, jobban tetszenek, mint az aranyok egyébként. Na most nem azt mondom, nem álszent vagyok, hogyha valaki adna nekem egy aranyt, akár lánc volt, karkötőben nem fogadnám, de én magam nem költeni csak arra, hogy most legyen. Én nem vagyok ez az aranyos. Aranyos. Milyen fontos, hogyha párkapcsolatban figyelmes vagy a másikkal, és odafigyelsz rá, és nem csak az első 3 hónap, fél év, egy évben, amikor ugye csak az ismerkedés, a randizás, a többi, és utána valahogy ez megszűnik, nem? Valahogy ez eltűnik, és a párkapcsolatban, ha figyelnek, vagy dolgoznak a párkapcsolatokat, akkor ez nagyon fontos. Hát nyilván fontos a szex is, persze, meg erről lehetne órákat beszélgetni, de ezek az apró figyelmességek is pont annyit jelentenek, pont olyan pluszt ad a kapcsolatba, amiből azt érzed, hogy tényleg fontos, hogy a másiknak szeret téged, és nem csak ilyen hazajöttem, jó, dugjunk, aztán te menjél a konyhába, én meg ülök a meccset, nézem, nem? Úgyhogy ez, nekem ez nagyon fontos, ez a párkapcsolatban. Igen, és nagyon, nagyon is meglepett. Nem... Az az igazság, hogy bármilyen párkapcsolatom volt, mindig én tettem bele a legtöbbet, és most, hogy ő van, az emberünk van, ő más, sok mindent, szép szavakat, tárgyakat akár, ilyen kis meglepetéseket kapok, amit máskor nem kapott, és akkor az ember így elgondolkodik, hogy egyébként mi, egyébként meg amit, valamit hittél annak, hogy az a tökéletes, és akkor jön egy ilyen emberkel, egy ilyen hozzáállással, és figyelmességgel, és kérdez, és beszélget veled, és meglepetést hoz. Számomra ez annyira pozitív, és itt ragadnám meg, hogyha valakiben megvannak ezek az értékek, nem nagyon érdekel a külseje. Én sosem néztem, nekem volt barátnőm 120 kiló, volt 50 kiló, ugyanezt el tudom mondani a másik nemről is, és engem nem nagyon érdekel, de ezek az értékek tudnak olyan szebbé tudják tenni az ember, és akkor vele együtt járó a lelkét, és nekem ez nagyon fontos, én így választok, vagy igyekszem így választani párkapcsolatot. Úgyhogy ez nekem nagyon nagy meglepetés volt, nagyon örültem, nagyon szerettem volna. Mindig van, tudjátok, van ez a zarás, beskás kis nyakláncok, na azokat szoktam vásárolni, viszont most már így nem kell vásárolnom, mert kaptam tőle, és nagyon jól esett. És nagyon fontos a párkapcsolatban, hogy legyenek meg ezek a kis apró tüzek, ezek a kis apró meglepetések, mert szerintem ez fontos, pont annyira fontos, mint bármilyen más a párkapcsolat téren, akár szex, kommunikáció, ezek is nagyon fontosak.
A gyerekek, iszom ezt a teát, olyan kis karácsonyi hangulatom van itt, olyan érzésem van. Hát mindjárt itt a karácsony meg, milyen hamar elmegy az idő. Hát borzasztó, hogy nekem amúgy is van egy ilyen félelmem. Nekem az, ha kell beszélnem a félelmeimről, így nagyban az idő, az elmúlás, a háború és a kutyám elvesztése, ezektől nagyon félek, de vannak ilyen pánikfélelmeim, hogy bezárnak valóban valami szűk helyre, ezektől nagyon parázok. Visszakanyarodva a karácsonyra, olyan durván, hogy tőle cikáznak ide a gondolatok, és ha valamit bekattan, akkor ezt kimondom, úgyhogy próbálj megkövetni, mert én magamat sem tudom. Úgyhogy eljött megint még egy év. Eltelik, reméljük, hogy idén is lesz karácsonyunk. Nagyon remélem, hogy bármilyen probléma van a világban, az nem történhet meg, hogy harmadik világháború. Nagyon remélem. Nem, hogy csak ennyit erről. Karácsony. Hát idén karácsonykor szeretnék lemenni, hát nem is tudom, Balatonra is lemennék pajtással. Hát én minden évben most már azért hosszú ideje egyedül töltöm a karácsony. Megtanultam már nem magányosnak lenni benne azokon a napokon. Már tudatosan vagy dolgozom, vagy nem vagyok itt, nem kuckózok be az ágy. Ha valaki hajlamos a depresszióra, és van egy ilyen ünnepi alkalom, egy ilyen hangulat a világban, ilyen karácsonyi, és mikor valaki egyedül van, annál rosszabb nincsen, gyerekek, szerintem. De meg lehet tanulni, meg együtt lehet vele érni, csak törekedni kell arra, hogy ne húzzon be a depresszió, hanem akkor menj el egyedül, nézz el egyedül a vásárba, meg ilyeneket szoktam csinálni. Most már eléggé tudom ezt irányítani, és nem tud behúzni. Hát az első pár 3-4-5 karácsony az így magányos volt, az így nagyon rossz volt, de utána már a többi már meg vagyok edzedve, és már bírom egyébként. Úgyhogy nagyon durva, hogy eltelt megint egy év. Most kezdődött az év, és mennyi minden történt, akár világban. Tényleg mindig elgondolkozik az ember, hogy közeledik a karácsony, az év vége. Már most. Egyébként is nekem ez a karácsonyom, vagy ez az év, ez az utolsó év, vagy a 20-os éveimet, hogy amikor írom, hogy hány éves vagyok, utoljára írom le a kettest, és utána lévő számot. Hát most már hármassal fog kezdődni, nagyon komolyan eltelt az ő, mert ezek az elmúlások, ne, én ettől olyan gyorsan telik az idő, hogy mire nézel, nem jut semmi, mindig félek ettől, hogy nem jut semmire idő, nem jutok el odáig, nem sikerül a cél, amit elérni, mert valami miatt az elmúlás hamarabb eljön, mint ezek a történések, és én ezektől nagyon parázom, de igen, ettől azért próbálok pozitív is lenni. Kíváncsi vagyok, hogy a gyertya mennyit fog majd most. Egyébként így közelről, igen, én azt szeretném, hogyha most leviszem a kutyámat sétálni, ugye kitisztul az orrom, hogyha bejövök, akkor megcsapjon ez az intenzív gyertya illat, hogyha tudsz jó márkát. És van tapasztalatod, én már le nekem komment, beszélgessünk már, hogy így cseréljünk egy, aki ilyen gyertyás, mint én, hogy szeret a gyertyát, olyan hangulatos, nem, hogy így leülsz, egy tényleg egy tea mellé, és vagy egy kekszet eszel, és csak nézem, én szoktam nézni tőled így, és akkor így kikapcsol az agyam, nem is azon gondolkozok, hogy a hétköznapokon, hanem több máson, akár, hogy hova kéne elmenni egy ilyen nyaralásra, vagy egy ilyen, tudjátok, vannak ezek az erdőben már ilyen kis kunyhók, úgy elmennék egyébként egy jó 3 napra, kutyámat is vinném egyébként, de inkább ilyeneken gondolkozom, amikor így leülök, és akkor így el vagyok. Ennek meg viszont nagyon örülök, mert emberünk hozta. Így fogom mondani, hogy emberünk, jó? Pajtika is kijött, képzeljétek el, hogyha fölkerek reggel, akkor jön utána, egyből jön utána. Mutatom, egyből jön utána. Ott van. Ott van a szaros. Na, most mindig jön, és
annyira, az én kutyám mellett nem tudsz leülni sétaközben, mert sétálnom kell vele, is leül mellém. Ha kijövök, akkor oda megy a kanapére. Valamikor annyira, hogyha ideülök, akkor az asztal alám jön, ha visszaülök, akkor jön, és ezt szoktam játszani, kicsit megmozgatom, hogy mikor ide érkezik, visszaülök oda, és akkor jön utánam. És jókat szoktam rajta nevetni, ha szeretem, imádom a kutyámat. Valami pont, nem tudom elmondani, milyen érzésem, mint a gyereked lenne, vagy nem is tudom, hogy nekem az elmúlt, ez az elvesztése, a kutyám elvesztése, ez nem tudnám feldolgozni, mert valami olyan érzek a kutyám iránt, amit nem előbb halnék meg, mint ő, ha lehetne választani. Bár egy kicsit ez az önzőség, mert akkor egyedül marad. Hát jobb lenne egyszerre, vagy sehogy, ugye. Na, elköszönöm, menni kell készülődni, megyek dolgozni. Srácok, legyen szép napotok. Most viszont elköszönök. Elmegyek, leviszem a pajtit, valami reggelit összecsapunk. Aztán indul a nap, ma egy újabb nap. Már nem fekszem vissza, pedig terveztem, nem már mindjárt itt van 7 óra, vagy mennyi. Nem fekszem már vissza. Legyen szép napotok, sziasztok!